28 napirendi ponton tárgyaltak a legutóbbi testületi ülésen Bátaszékváros képviselői. Többek között a stratégiai tervet is elfogadták, melyben kidolgozták, hogyan szeretnék megoldani az energiaárak emelkedéséből adódó problémákat. Közel 58 millió forint átcsoportosításáról már döntöttünk, hogy ki tudjuk fizetni az emelkedett rezsiköltségeket, illetve számba vettük azt, hogy 2023-ra vonatkozóan hogy alakulhatnak az energiaárak, mik azok a önkormányzat számára nem kötelezően finanszírozandó feladatok, és azoknak mekkora a mértéke mondjuk egy 2022-es költségvetésben. Számba vettük azokat az ingatlan vagyontárgyakat, amelyek, ha szükséges, értékesíthetők, és ezzel is tudjuk a helyzetet kezelni. Bár ebben az utóbbi kérdésben a képviselőtestületnek az volt az álláspontja, illetve a képviselőtestület többségének, hogy ne ingatlanokat értékesítsünk, hanem eszközöket, így gyakorlatilag ebbe a stratégiai terve belekerült, hogy a közös önkormányzati hivatal által használt Skoda gépjárművek kerüljenek értékesítésre, illetve az a közösségi célra vásárolt busz, amellyel gyakorlatilag a társadalmi szervezeteket szállítjuk a különböző rendezvényekre. Hát míg az ingatlanok esetében ez nagyjából egy 70-80 millió forintos bevételt jelentene, hát eszközök esetében ennek gyakorlatilag csak a töredéke, de hát ez a döntés született, és ezt tudomásul vesszük. Illetve számba vettük azt, hogy a 23-as költségvetésnél mik lennének azok a prioritások, amelyeket figyelembe kívánunk venni, azaz, hogy először a kötelezően ellátott feladatokat finanszírozzuk, természetesen a rezsiköltségeket finanszírozzuk, és ezt követően jön minden egyéb dolog, ami hát érték volt, de lehet, hogy 2023-ban forrás már nem lesz rá. A tanúszoda az egyik, ami jelentősen megemeli a költségeket. Most mégis úgy döntöttek, 2023-ban is nyitva lesz az intézmény. Mi 2022 év elején mintegy 40-42 millió forintba került a tanúszoda üzemeltetése, ez 2023-ban 75 millió forint körül alakul majd. Várhatóan, ez is természetesen az energiaárak változásából adódóan, adott esetben lehet több is, de szerencsés esetben lehet kevesebb is. Ettől függetlenül a képviselőtestület úgy döntött, hogy megkezdi 2023-ban a tanúszodának a működtetését, tehát nem lesz változás a nyitvatartásban, továbbiakban is biztosítjuk a tanúszoda feltételeket az oktatási intézményeknek, várjuk a sportolókat, várjuk a magánszemélyeket, de mivel sikerült egy olyan gázenergia szerződést kötni, ami biztosítja az önkormányzat számára, hogyha nem bírja finanszírozni az összeget, ne kelljen a teljes lekötött gázenergiát kifizetni a szolgáltatónak. Így lehetőség van adott esetben nyitvatartási idő változtatására, vagy ha végképp nem tudjuk finanszírozni esetleg a működtetésnek a szüneteltetésére is. De egyelőre úgy döntöttünk, hogy működjön 2023-ban a tanúszoda. Azt is eldöntötték a képviselők, hogy a jövő évben nem váltanak piaci ára, hanem az úgynevezett menedékes árkategóriában maradnak. Ez talán az önkormányzatunk számára kedvezőbb, bár így is azt kell elmondani, hogy riasztóan magas számadatokkal szembesültünk. Nagyjából 170-190 millió forintra tehető majd a gáz és villamosenergia költség 2023-ban, a 2022-es évelei 40-45 millióval szemben, tehát komoly feladatunk lesz ezt a helyzetet megoldani. Döntöttünk arról is, hogy megvalósítjuk a város központját érintő piacfelújítási beruházásunkat. Ez is egy nagy fejtörést okozott, hiszen a kezdeti 20 millióval szemben a mai, illetve tegnapi testületi döntés alapján 52 millió forintot kell a városnak biztosítani ahhoz, hogy ez a beruházás be tudjon fejeződni. De úgy ítélte meg a képviselőtestület, hogy város építészeti és szempontból fontos, hogy ez a beruházás meg tudjon valósulni. Ugye itt egy piaci épületet építenénk, teljesen megújulna gyakorlatilag a piactér szerepet ellátó városközpontnak a térburkolata, parkolókat alakítanánk ki, mobil piaci eszközöket vásárolnánk. Egyelőre a fedezetet biztosítjuk a 2023-as költségvetésben. Meglátjuk, hogy ezt sikerül-e saját forrásból, vagy külső forrásból kell a finanszírozást megoldani, de beruházás néhány napon belül el fog indulni ezen a területen. Az étkezési térítési díjak tekintetében is változásról döntöttek a képviselők. Ugye lefolytattunk mi egy beszerzési eljárást,
Ebből kiderült, hogy nagyjából volt olyan termék, ahol 40-50, sőt volt olyan termék, ahol 100%-os áremelkedés következett be. Ehhez kell igazítani az étkezési térítési díjakat. Ez sajnos azt jelentette, hogy van olyan étkezési kategória, ahol 30-35%-kal fog nőni a térítési díjnak a mértéke. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ha ezt szerencsének lehet nevezni, hogy sokan tudnak 100 vagy 50%-os állami támogatásban részesülni. Viszont az önkormányzat arra is gondolt, hogy akik semmilyen támogatásban nem részesülnek, jövedelem határtól függően egy 25%-os kedvezményt tudnak az önkormányzattól igénybe venni, hogy a megnövekedett költségeket ki tudják adott esetben fizetni, és a gyermeküknek étkezést tudjanak az intézményen belül biztosítani. A kormány döntése alapján az önkormányzatoknak lehetősége van a közvilágítás helyi szabályozására. Ez is napirendre került a legutóbbi ülésen. Megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy egyrészt műszaki szempontból milyen lehetőségekkel lehetne közvilágítás időtartamát szabályozni, és ezek milyen költségmegtakarítást eredményezhetnek, illetve azt is megvizsgáltuk, hogy egy ilyen szabályozásnak milyen hatása lehet a közbiztonságra, a közlekedés biztonságra, egyáltalán a város lakóinak közérzetére. A számítások alapján azt tapasztaltuk, és az igazolódott be, hogy ha korlátozó vagy csökkentő intézkedéseket hoznánk, az azért jelentős energiaköltség megtakarítást eredményezhetne. Ugye egy terben volt, hogy esetleg minden második lámpatestet lekapcsolunk, vagy bizonyos időtartamra kapcsoljuk le a közvilágítást, vagy gyakorlatilag a fényerő mennyiséget csökkentjük. Mindegyik komoly aggályokat vetett föl. Közlekedés biztonsági, közbiztonsági és települési közérzettel kapcsolatban, ezért teljesen egyértelműen és egyhangúan valamennyi bizottság, illetve a képviselőtestület azt a döntést támogatta, hogy ne legyen közvilágítás tekintetében korlátozás, tehát továbbiakban is a régi rendnek megfelelően teljes időtartamban, amikor a közvilágítási lámpatestek bekapcsolnak és amíg lekapcsolnak, reményeink szerint minden oszlopon világítani fognak a lámpatestek. Nagyon-nagyon sok bizonytalansági tényező van. Megpróbáljuk az optimizmusunkat fenntartani a tekintetben, hiszen minket azért választottak is az a feladatunk, hogy akár ilyen pénz- és gazdasági körülmények között, de meg kell oldjuk a helyzetet annak érdekében, hogy a város önkormányzatát és intézményeit megfelelő módon tudjuk működtetni 2023-ban is.